Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak ma az aszcendensben, akkor megtudhatják, hogy milyenek a szűzjegyű emberek, mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Mazák Katalintól további szépségápolási tanácsokat kapunk, amit otthon is meg tudunk oldani. Dr. Pál István elmondja, hogy milyen népszokások bamonák kötődnek ehhez az időszakhoz, és Mária Pócson jártuk, próbáltuk megtudni a kegykép titkát. Most azok figyeljenek, akik tudni szeretnék, milyenek a szűzjegyű emberek, illetve akik arra kíváncsiak, hogy az elkövetkezendő hetekre mit ígérnek a csillagok. De egy valamit soha ne felejtsenek, a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Kos. Vegyen vissza a lendületéből, mert könnyen elsodorhatja maga mellől a segítő embereket. Bika. Sok kis lépéssel el lehet jutni a világ végére is. Jó tapasztalatokat kapott az elmúlt hetekben, kamatoztassa. Ikrek. Valami elindult, erre oda kell figyelnie, hiszen öntől függ, hogy mi lesz az eredmény. Rák. Sok kellemes emléket már betározott erről a nyárról, de a java még hátra van. A magánéletében szép napokat tartogatnak a következő hetek. Oroszlán. Hiába mérgelődik, azzal nem oldódik meg a bosszúság. Ráadásul nem is akkora nagy problémákról beszélünk, csak most is sikerült a bolhából elefántot csinálnia. Szűz. Annyi minden történt az elmúlt hetekben, hogy nem győzött csodálkozni. Most nyugodtabb időszak következik. Mérleg. Apró, de jó hírek jönnek úgy a munkájából, mint a magánéletéből. Így elégedett lehet az időszak végén. Skorpió. Skorpió, gyarapítsa tudását, haladjon a célja felé. Ezekben a hónapokban különösen érzi majd a fentiek támogatását. Nyilas. Töltekezzen fel energiával, hiszen az elkövetkezendő időszakokban jelentős változásokra kínálkozik lehetőség. Bak. A célját elérte, már csak a célszalagot kell átszakítania. Ezt a kis energiát már ne sajnálja. Vízöntő. Még mindig nem rendezte konfliktusait a szeretteivel. Sok energiát viszel az e feletti bosszankodás. Lépjen! Halak. Ha most azt hiszi, mindent megtett, és fel kell adnia, akkor nézzen vissza, kritikusabban vizsgálja meg, miket tett. Meg fogja találni a megoldást. A szűz egy nagyon érdekes, rendkívül intelligens ember, de alapos és rendszerető, a munka megszállottja. Ha találkozunk egy kollégával, egy munkáján, aki azt fogja panaszolni, hogy mindent velem csináltatnak, mások helyett is én dolgozom. Minden az én vállamon van, mindent nekem kell csinálni. Következő mondat egy másik munkatársat, te azt csak hagyd békén, mert elrontod, majd én megcsinálom. Ettől lesz sok munkája, mindenbe talál hibát, minden tökéletesre akar csinálni. Ő nagyon sokat dolgozik, de semmit nem lehet kivárni a kezéből, mert nem tudja be, semmi sincs kész, semmit se lehet befejezni, mindent abban lehet hagyni, semmi sem tökéletes, mindent alaposan kell megcsinálni, de emellett rendkívül intelligens általában. Aggodalmaskodó, félti az egészségét, legtöbbjük hipokonder. Ők azok, akiknek a sírjukra az van írva, hogy ugye igazam volt. Ahogy megszokhatták, Mazák Katalintól szépségápolási tanácsokat fogunk kapni. Most olyan pakolást kínál nekünk, amit még idén jelleggel otthon, a konyhánkban el tudunk készíteni, és sokkal szebb lesz tőle a bőrünk. Ma milyen bőrápolási tanácsokat kapnak tőled a kedves nézők? Egy krémes vitaminpakolást fogunk ma készíteni, ami görögdinnyéből, zabkrémből, almapektinből készül, és egy pici kókusztejpor kerül bele sűrítőanyagnak. Mire lesz jó? Mit fog tenni a bőrrel? És milyen bőrűeknek ajánljuk? Minden bőrtípusra ajánljuk. Nagyon jól hidratál. A görögdinnyének a magas víztartalmát fogjuk itt kihasználni. Likopin tartalma is jelentős a görögdinnyének, ez pedig azért jó nekünk, mert a bőr UV-védelem kialakítását segíti. Ezért kívülről, belülről is jól tud működni ilyen szempontból. Nagyon jó vízhajtó, ezért érdemes diéták kiegészítéseként is alkalmazni a görögdinnyét, mint egy 90%-a víztartalmú.
magas a kálium tartalma, magnézium tartalma, BC és E-vitamin tartalma, így ennek a, ezek vitaminoknak kapcsán nagyon jól pótolni tudjuk a vitaminokat is, és nagyon jól tudjuk regenerálni a bőröket ezzel az anyaggal. Almapektin? Az almapektinnek a sav tartalmát használjuk, hogy egy pici hámoldást végezzünk, egy természetes natur megújítást. Ezt miből nyerjük? Almából, almalésűrítmény. Tehát almalésűrítmény kell hozzá. Jó, a kókusztej miért szükséges nekünk? A kókusztejport azt most csak azért használtam, hogy egy kicsit sűrűbbé, krémszerűbbé tudjuk tenni a pakolásunkat. És az abkorpa? Az abtejsűrítményünk az pedig szintén magas rostartalmú, és egy nagyon jó krémes, de nem túl zsírosító hatású, és ezért tettem még bele ezt a pakolásba. Hogyan zajlik a kezelés? Először megtisztítjuk, majd radírozzuk a bőrfelszínt, és ezt követően az összeállított, frissen összeállított pakolást azonnalba felvisszük a bőrre, egy 15-20 percig hagyjuk hatni, majd azt követően bővízzel lemossuk, és a nappali ápolókrémünkkel, illetve ha éjszakára használtuk a pakolást, az éjszakai regeneráló krémünkkel ápoljuk a bőrünket. Mit fogunk tapasztalni? Frissebb, üdébb, egyenletesebb tónusúvá válik a bőrünk, és nagyon lágy, kellemes tapintatóvá. És ezt mennyi ideig őrzi meg a bőr? Hát ezt alkalmanként, ha használjuk, így kifejezetten akár randevúk előtt, akár bármilyen szárazság tapasztalása előtt, vagy hogyha úgy érezzük, hogy kicsit restapált a bőrünk, akkor érdemes alkalmazni ezt a pakolást. Hetente legalább egyszer javallod, de akár többször is alkalmazható. Van-e olyan, akinek nem ajánljuk? Amennyiben valaki allergiás az összetevőire, természetesen az esetben nem. És most dr. Pál István fog minket kalózolni ezen időszak népszokásai, babonái és hiedelmei között. Az év ebben az időszakában már kezdenek egyre sűrűsödni a népszokások. Mikre kell figyelnünk, mikre emlékezzünk ebben az időszakban? Nagyon fontos, hogy még nyár van. Tehát figyelni kell arra, hogy bár nyár vége, ősz eleje, augusztus második fele, mégis inkább a gazdasági életnek a szokásait kell elővennünk, illetve időjósló szokásokat, ami alapján lehet következtetni a következő időszaknak, akár jó, akár rossz idejére, a termésre. A legelső olyan fontos dátum az augusztus 24-e, ez a Bertalan napja, amire, ha időjóslásként tekintünk, akkor azt szokták volt mondani, hogy ha zivatar van, hogy megrázza Bertalan a szakállát, tehát akkor jégeső lehet, nagyon hamar tönkreverheti a gyümölcstermést a zivatar vagy a jégeső. Tehát ez egy ilyen fontos dátum, illetve azt szokták mondani, hogy amilyen napjárás vagy időjárás van ezen a napon, olyan idő lesz az egész őszkor szakaszán. Tehát ha esik az eső, akkor esős, vizes lesz, ha nem, akkor nagy szárazság köszönbe. Egyébként ekkora már elkezdenek gyülekezni a gólyák, augusztus 20-a után indulnak el Afrikába, a fecskék még nyugodtan maradnak, ők majd csak szeptember elejére következnek. Érdekes szokás van a délvidéken, hogy friss vajat köpülnek, és ezzel azt a gabonát, amit el akarnak ültetni, egy közé raknak egy kis kanállal, ezzel megakadályozzák, úgy hiszik, hogy a termés dohos legyen, tehát valamilyen gomba kártevő bele, vagy elszaporodjon benne. Manapság ezt inkább már különféle vegyszerekkel teszik, de én azt hiszem, hogy a vajnak sokkal inkább természetbarát hatása lehet, még ha nem is őrzi meg a gabonát attól a kártól, illetve kortól, ami ilyenkor bekövetkezhet. Ami fontos, még a szeptember 5-e a Lőrinc nap, amit nem szabad összetéveszteni az augusztus közepi Lőrinc nappal, hiszen ez az igazi Lőrinc, ami károkozó nap, belehugyozik, azt szokták mondani, a dinnyébe, tehát ilyen kormány nyári dinnyét nem szabad venni, inkább az őszi dinnyéket, hiszen több fajtája, később érő fajtája is van, azt érdemes már venni, mert ilyenkorra már megapad a belseje a dinnyének, tehát nem
jó ilyenkor már ezt használni. Egyébként is azt mondják még, hogy belerondít az álló, vagy a szabad vizekbe. Egyébként szeptemberre azt szokták mondani, hogy az emberes hónapok legelsőbbike, ez még szép ember. De az október az már rosszabb ember, a november az már gazember. Tehát ez mind érdekes módon a paraszt emberektől, ha a néprajzosok gyűjtik ezeket az adományokat, ezeket a megfigyeléseket, akkor ők mint saját tapasztalat mondják el, holott már a 19. század közepétől az akkori kalendáriumokban ilyen szentenciák leírva voltak. A paraszt embereknek a legfőbb olvasmánya egyébként is a kalendárium meg a Biblia volt, és ez szállt hagyományként apáról fiúra, és tulajdonképpen saját tapasztalatként mesélték el ezeket a szentenciákat, ezeket a dolgokat, de mivel ezek tapasztalati úton megszületett dolgok voltak, ezeket érdemes tovább is örökíteni. Ami még szeptember elejére jellemző, ez a szeptember 8-a, ami a mi megyénkben egyébként is fontos dátum a görög katolikusság körében, hiszen a kisasszonynapi búcsú Mária Pócson erre az időszakra esik, ami megint nagyon fontos a gyümölcs betakarítása szempontjából, hiszen szeptember közepére, vagy szeptember késő elejére már nagyjából látni lehet, hogy milyen lesz az akkori gyümölcstermés. Természetesen, ha a Bertalan nem záporösővel és éggel veri el a termést. Tehát ez a kisasszonynapi búcsújárás nagyon fontos abból a szempontból, hogy ilyenkor százezrek gyűlnek össze Mária Pócson, és itt nem éppen a népi hiedelmekkel kapcsolatban vannak ezek a búcsújárások, de hozzá lehet kapcsolni például a viasz offereknek a szokását, amelyeket a vásárokon árultak, és a különböző testrészeket ábrázoltak, ezeket azok az emberek, akiknek betegségük volt, a lábuk fájt, a kezük fájt, a szívük fájt, vagy a fejük fájt, olyan formájú viaszból készült bábukat vásároltak meg, amelyeket majd felajánlottak a templomnak, abból a célból, hogy a Szűz Mária gyógyítsa meg az ő betegségüket. Ezeket az offereket később a szerzetesek beolvasztották, és újabb offereket gyártottak belőlük. Megyénkben található Mária Pócs, amely nemzeti zarándokhely, és arról híres, hogy a kegykép többször könnyezett. Ebbe a történetbe pillantunk most bele. Hogyan is volt ez a kegykép könnyezése? Hosszú története van a Mária Pócsi kegykép, illetve kegyképeknek a könnyek szempontjából, hiszen nagyon kalandosan indul a történet. Az 1600-as évek második felében vagyunk, amikor egy kicsi fatemplom volt az itt élő híveknek az imádságháza, és a pici fatemplomban, mint hogy ebben a bazilikában is, az egyik legfontosabb ékesség az ikonosztázium, amelyen az ünnepi képek mellett, többek között az egyik legfontosabb kép, amelyiknek szerepelni kell, az Isten szülő Szűznek a képe. No hát ebben a fatemplomban is volt a méretével megfelelően arányos egy képecske, amely semmiben sem különbözött itt a Kárpát-medence keleti részén található templomokban ismert Hodigitria néven a szaknyelv így nevezi, vagyis útmutató, tehát mutat Jézusra Mária a képen. Ez a kép nem híres ember alkotása, hanem a itt szolgáló papnak az öccse az, aki megfösti a képet. Az adományozó pedig egy fogságból hazaérkezett fiatalember felajánlásából született meg a kép. És hát 1696. november 4-éhez érkezünk, amikor egy hűvös őszi vasárnapon az Isten tiszteleten arra lettek figyelmesek az emberek, hogy a kép szemében könycseppek jelennek meg, amelyek nem szűnnek meg folyni, hanem folyamatosan gördülnek alá és alá. Ez a könny és az ember kapcsolatait Mária Pócson ebben az időszakban közel egy hónapig tartott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Tehát elég hosszú ideig ahhoz, hogy sok ember el tudjon jönni és megtekintheti a képet és a csodás eseményt. Én azért is szeretem ezt kihangsúlyozni, mert
aztán nem vagyok vele egyedül, hogy többen azért két lábon járva a földön szeretnénk kézzelfogható bizonyítékokat találni arra, hogy amit látunk vagy hallunk valóban igaz-e. És itt ebben az a jó, hogy szegény, gazdag, boldog, boldogtalan egyaránt eljöhet megnézni. Tehát nem egy szűk rétegnek az intim eseménye, hanem egy nagyon széles közösségnek az eseménye. Tehát láthatják, megérinthetik a képet, és hát rögtön kötődnek hozzá ima meghallgatások, és hát kötődnek rendkívüli események. Decemberre átnyúlva a könnyezés napjaiban borzasztó hideg köszönt be, templomban minden megfagyott, tehát a víz, a bor a kehelyben, akkor még nem cukrozták, tehát könnyen megfagyott a bor. Viszont a képen a könycseppek továbbra is gördültek alá. Tehát ugye tudjuk jól örömünkben és bánatunkban, hogy ilyen erős show koncentrátuma van a könnyeinknek, és hát ez a kép a nagy hidegben is könnyek árját ontja. És talán ami nekünk szomorúság, de mégiscsak egy komoly bizonyíték a könnyek valódisága mellett, hogy ez a kép meg sem tudott itt Mária Pócson az ő csodaságában melegedni, hiszen Lipó császár felesége nem kis nyomására, Eleonóra névre keresztelték annak idején a császárnét, ő kéri a férjét, hogy hagy kerüljön oda a bécsi udvarban. Hát ugye a gyermekünk is, ha a pénztárcánkat berheli, akkor nem a blokkot szokta kivenni, hanem a fagyira váltható pénzt, tehát a császár sem vitte volna el a képet, hogyha nem tekintett volna neki erőt és jelentőséget, és hát ez egy fontos dolog. Tudjuk jól, hogy a következő évben szeptember 11-én van a zentai csata, melyben a törököt sikerül az európai egyesített csapatoknak oda küldeni, ahová jöttek. És a császár egy hivatalos bejelentésben kinyilvánítja, hogy ő ezt a győzelmet a Mária Pucsi könnyező szűz közbenjárásának tekinti. Persze, hogy küzdöttek a mieink, hogy kapják vissza a képet, mert hát mégiscsak az övék. És ez a kérés azért komoly mozgalomban öltött testet, tehát nem pusztán a Jámbor nénik otthoni töprengése, hanem második Rákóczi Ferenc az, aki a mozgalom egyik jeles alakja lesz, aki a császárnak írt sérelmeket, mikor megfogalmazza, akkor az egyik pontba ezt is beleveszik, hogy a Pócsi képet adják vissza. És hát amit az ember nem tud kiegyenesíteni, azt a jóisten kiegyenesíti, hiszen ahogy említettem, többször volt kísérlet arra, hogy a képet visszahozzuk. 1715-ben, egész pontosan augusztus 1-én fogjuk azt ünnepelni, hogy ez a kép itt ugyanolyan körülmények között, ugyanúgy sok-sok ember jelenlétében könnyezni kezdett. Tehát tulajdonképpen megismétli az első képnek a csodáját, és mi ezt a képet tekintjük immár a mi kegyképünknek, vagy ezt is. Különleges ajándékunk, hogy az 1715-ös könnyezés, amely visszaállította a világrendjét és a lelki békét az itt élőkben, nem az utolsó volt, hanem 110 éve, 1905. decemberében a kegykép, itt már mondhatjuk azt, hogy újra könnyezni kezdett. Nagyon, nagyon aranyos a történet, Kelemen Gávris, ő a Bazilita szerzetes atya, aki a kegykép őre, és akkor ő fedezi fel, és ő az, aki útnak indítja a minisztránsokat, hogy menjetek szólni a patikusnak, a fűszeresnek, tehát az, mondhatni, az utcáról hív be semleges embereket, tehát nem a rendtársakhoz szalad föl, hanem kintről. És ahogy mesélik a régi öregek, akiknek a nagyszülei még látták az eseményt, itt, ahogy most mi állunk a templom közepén, föl volt egy ilyen érettségiztető asztalhoz hasonló állítva, és a hatan voltak a bizottságban, különböző felekezetőek, és a kép meg oda le volt téve az asztalra, és akkor szépen nézték a könnyek a hullását, meg jegyezték, tehát ez is közel szilveszterig tartott, úgyhogy volt idejük bőven megnézni, és hát ugye akkor már empirikusan is fejlettebb a társadalmunk, úgyhogy a kor viszonyai között meg tudják vizsgálni a könny anyagát, természetét, és hát beigazolódik újra, hogy a mi emberi könnyeinkkel természetes, azonos természetű összetevőkből van a kép. Nem véletlenül vált kegyhelyé, zarándokhelyé Mária Pócs. A leghíresebb, amit a templomba érkezve keresnek a vendégek, az a bilincs. A bilincs pedig egy ártatlanul elítélt embernek a bilincse, aki kivégzés előtt utolsó kívánságként ide hozott el az őrökkel magát, és a bilincs imádságának
végeztével leesett róla, így visszavitték a fiatalembert a bíróságra, fölülvizsgálták az ítéletet, és hát így megszabadult. Szeretem ezt a bilincset, mert úgy meg tud szólítani felekezettől függetlenül mindenkit. Tehát ez a szabadság bilincse, ez a leküzdhetetlen vágyunk az igazságunkért és az emberi méltóságért, ez egy nagyon fontos dolog. És az is kiderül ebből a bilincs történetből, hogy tehát igazából a dolgok rendje, a belső béke az nem feltétlenül paragrafusok és törvények által születik meg. Volt egy olyan felajánlás is, amit meggondolt a felajánlója. Így jöttek a méhek. Hogy is volt ez? 1827-ben történt ez az eset. Nagy Kálóban egy fiatal kora ellenére lába betegségével szenvedett egy gazdálkodó, és azt fogadta meg, hogy ha meggyógyul, akkor egy mély csalándot ajándékoz a templomnak. Ugye hát eljött ide, és hát hogy sok esetben Jóisten megadta neki is ezt a kegyelmet, hogy meggyógyult, viszont úgy gondolkodott, mint hogy talán mi is sok esetben, hogy nem írt róla papírt, úgyse tudnának mit kezdeni a szerzetesek a méhekkel, azért hát egy komoly jószág, a gondozása, a fölkészültséget jelent, meg a zarándokokat is zavarná olykor, és nagy örömmel tért haza, hogy meggyógyult, és a méhek is maradtak, viszont nem kis meglepetésére, amikor hazaért, és ugye körbenézett a portán, a méhek mindenféle emberi segítség nélkül fölkerekedtek, és eljöttek ide Máriapúcsra, és ahogy említettem, volt egy földrengés, és nagyon komoly repedést hagyott a templomba, és abba költöztek bele az északi oldalon, és tulajdonképpen különösebb gondozás nélkül itt élnek ugye közel 180 éve. 5 évvel ezelőtt atorozták a templomot, de kérték a kivitelezők, hogy költöztessük már őket, hát szó se lehet róla, és a méhek szépen úgy maguktól odébb mentek, senkit nem csíptek meg, vége volt a felújításnak, akkor visszaköltöztek a lyukba, aztán élnek szépen úgy, hogy és hát ez a méh sem, vagy az eddig említettek sem véletlen, tehát egy különleges teremtmény a Jóistennek, amely nagyon egyházias állatka, és hát ugye az állatvilágban azért nagyon kevésnél van női dominancia, és ugye itt azért mégiscsak az anyakirálynő az, aki vezeti a közösséget, és ez nem véletlen, hogy a tegek királynőjének a templomába érkezik a méh. Van itt egy könyv is, amit a hívek sokszor kívánságkönyvnek neveznek. Valóban bele kell írni a kívánságunkat, és teljesül, vagy hogyan működik? Ez is a zarándokok leleményessége, vagy a látogatók leleményessége, hiszen ez egy vendégkönyv, mint klasszikusan egy vendéget fogadó helyen található, de kialakult közben az a szokás, hogy nem csak a klasszikus vendégbejegyzések, hogy szép volt az idegenvezetés, hogy szép volt az ének, hanem saját keserűségüket, szomorúságukat is, hát a kérésük tárgyát, vágyaikat fogalmazzák meg benne. Komoly kötet sorozatunk van már ezekből a könyvecskékből, és hát ugye ez ki is fejezi, ez a pici könyv, azt a nagy emberi igényt, ami a kegyhelyen megjelenik. Ez nagy tapasztalat, hogy igaz, hogy pusztán csak kérni az nem egy nagy emberi teljesítmény, de azt jó tudni, hogy aki tud kérni, az egyben hitvallást is tesz arról, hogy van kitől kérni. Tehát ez egy fontos mozzanat. És hát az, hogy amikor a hála miképpen jelenik meg, ez már egy hosszabb történet, viszont itt Máriapúcson, és Mála Jóistennek elég régóta vagyok itt, egyik legnagyobb papi élmény, hogy tehát tényleg nem egy szűk rétegnek a találkozási helye. Tehát a kérésben közösek vagyunk. Felekezet, bőrszín, gazdagság nélkül mindenkinek van mit kérni, mindenkinek van miért hálát adni. És tényleg most is, hogy itt vagyunk, felvidékről vannak magyar és szlovák hajkú emberek, nonnap jönnek Romániából, tehát az egész Kárpát-medence otthon érzi magát. És aminek én nagyon örülök, mert így a papi munkám mellett a megyei turisztikai közéletben is úgy tanulgatok, meg dolgozgatunk, hogy nagyon sok a pusztán turista indítatásból, ezt dicséretképpen mondtam, tehát végre bekerült a turista útvonalok célpontjai közé, tehát, és akár diák, akár munkahelyi csoportok, tehát érzik az értéket, és szoktam mondani, hogy talán nekünk az a legfőbb küldetésünk itt papként, hogy
érkezhet nyugodtan turistaként, csak távozzon zarándokként. Talán ez a legnagyobb küldetése Mária Pulcson szolgáló embernek. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra. A viszontlátásra!